ez nem tudom, mint cím. Kiszállunk, és itt valahol kéne látni. Jelölre ennyi, jó. Akkor... Mert három gyerekem van, okay, csak rendben. Egyet látsz. Jó, a kicsi jó, esünk meg, jó? Most akkor meg fizetni, meg házizni. Megy egér. Nem hazakatlak. Csak annyi kérdésem van, hogy akkor meg kell várni, hogy amíg én odaérek. Jó. Tehát... 2009. Téged nézelek, vagy a kamerát? 2009. február 23-án reggel 8-9 óra környékén kaptam telefont a cigány kisebbségi önkormányzat elnök helyettesétől, azzal az információval, hogy az éjszaka folyamán meggyilkoltak egy 27 éves apát és 5 éves kisfiát. Amikor lementem oda, körülbelül 9:30-10 óra környékén érkeztem oda, éppen indultunk, autóba ültünk a házunk előtt, és indultunk volna Horvátországba, mert hogy az Európai Uniós csatlakozáshoz a tárgyalásokat akkor kezdtem én meg személyesen, mert akkor sikerült ebbe a delegációba bekerülni. De nyilván a delegáció vezetőjét fölhívtam, értesítettem a változásokról, mindenképpen fontosnak tartottam. Akkor még nem tudtam, hogy mi készül a nyomozói hatóságok részéről. Nem csak a nyomozói hatóság, hanem más hatóságok is félrevezették az ottani embereket, a sértetteket, a közvéleményt, és mindenkit, a jogvédőket, a politikusokat, mindenkit félrevezettek azzal a megállapítással, mely szerint a gyilkosság az nem is gyilkosság volt valójában, hanem egy illegális áramhasználat miatt bekövetkezett robbanás. Most ezt a sajtó híreket, illetve ezt a sajtóanyagot a rendőrség még aznap hajnalban kiadta, közzétette. És menet közben, miközben én utaztam le Tatár-Szentgyörgyre, az innen Budapesttől körülbelül 50-60 kilométerre van, úgyhogy ez alatt a kevesebb, mint egy óra alatt fölhívtam olyan rendőrségi vezetőket a nyomozásban, segítkező Kovács Lajos tanácsost, aki ugye tanácsolta, illetve ellátta tanácsokkal azt az 50-100, később 150 fős nyomozói egységet, amelyek aztán később meg is találták a feltételezett elkövetőket. Tehát én őt arra kértem meg, hogy keressen egy olyan szemét a nyomozók között, akik el tudják nekem mondani körülbelül egy-két percben, hogy mi is történt valójában, de nyilván én nem venném el az idejüket a fontos nyomozás miatt. És értesítető visszahívott engem rögtön körülbelül 2-3 perc elteltével, és közölte, hogy ez nem az, aminek én hiszem. Nem egy ártatlan támadásról van szó, nem egy olyan gyűlöletbűncselekményről van szó, ami a korábbi események folyamán bebizonyosodott, hanem ez egy illegális áramhasználat. És még arra kért engem Kovács Lajos, hogy forduljak vissza, mielőtt még odaérek a helyszínre. Mire ugye kételkedtem a szavaiban, sokkal jobban hittem az elnök helyettes szavának, aki ugye ott volt a helyszínen, nem azért, mert az egyik cigány, a másik nem cigány, de az egyik cigány önkormányzati képviselő, a másik pedig a rendőrséget képviseli, egyáltalán nem ezért, hanem csak csupán az a száraz tény, hogy Horváth Lídia a helyszínen tartózkodott, ez a rendőr pedig Budapesten tartózkodott. Nyilván azonnal fölhívtam Horváth Lídiát, hogy látta a holttesteket, aki megerősítette még egyszer, hogy gyilkosság történt. Ekkor én újra fölhívtam a Kovács Lajost, nyugalmazott rendőrezredes egyébként, ez a hivatalos megnevezése. Fölhívtam, és arra kértem, hogy tekintse meg, hogyha módjában és jogában áll, tekintse meg a holttesteket. És amikor én már a helyszínre érkeztem, legalább egy-két óra elteltével föl is hívott Kovács úr, és közölte, hogy igazunk van. És ott nem egy illegális áramhasználat miatt következhetett be a robbanás, ezek pedig azok a nyomok, azok a sérülések, amelyek a halált okozták, azok nem 200-as szögektől származnak, ugyanis az orvos szakértői vélemény is a balesetnek adott hangot, és a tűzoltóság is a balesetnek adott hangot. A tűzoltóság is leírta, hogy illegális áramhasználat miatt következett be a robbanás, és ezért volt a tűz. Az orvos pedig a gerendákból kinyúló 200-as szögeket okolta a kisgyermek és az apa haláláért.
Na most nyilván, amikor egy rendőr is megnézte a holttesteket, akkor már elindult egy olyan folyamat, amit nem lehetett visszafordítani. Tehát az a telefon, az a segélykérés, amit a cigány önkormányzati elnök helyettestől kaptam, az világított rá, és talán ez volt a fordulópontja is ezeknek a gyilkosság sorozatoknak, amelyek segítettek közelebb hozni a bűnösöket, a sértetteknek a bűneinek kivizsgálni, illetve a sértetteket, vagy a meggyilkolt áldozatoknak az elkövetői körének a felkutatására. Menjünk csak egy röviden. Fordíts egy picit ide. De tedd a lábadat a lámpához, mert mozog, és az árnyék változik. Ja, oké, köszi. Jó, csak annyi, hogy te megérkeztél, mit találtál ott? Én amikor megérkeztem, akkor rögtön, ahogy kiszálltam az autóból, az körülbelül 3-4 méterre volt az áldozatoknak a házától, ahol a rendőrség még nem feszítette ki azt a szalagot, amivel jelzi, hogy oda tilos illetéktelen személyeknek arra a területre belépni. Ugyanis frissen esett a hó, és a nyomok ugye éjjel egykor történt a gyilkosság, és reggel 9-kor, 10 órakor még nem voltak ezek a jelek oda kirakva. Tehát egyből lehetett következtetni, hogy vagy már lezárult a nyomozás, a helyszínelés, vagy még el se kezdték, de nyilván akkor abban az állapotban én nem voltam tudatában annak, hogy itt egy ilyen idézeles félreértés történik, éppen egy félrenyomozás folyik. Úgyhogy ahogy én odaléptem, egyből egy rendőr odalépett hozzám, akit a mai napig nem ismernék meg, annyira hirtelen történt minden, és közölte velem, jelentette, hogy itt, amit az imént mondtam, ez a baleseti variáció történt, amelyben elhalálozott a 27 éves apa és az 5 éves kisfia. Erre a szóra, hogy ő befejezte a jelentést, a jobb oldalamon megszólalt egy asszony, aki sírva egy teszkós szatyorból vette elő a véres ruházatát az unokájának, illetve később derült ki, hogy az unokája ruházata volt, meg a saját fiának a ruházatát, amelyek át voltak lyukkatva. Tehát látszott, nem kellett szakértőnek lenni ahhoz, hogy az ember megállapítsa, hogy ezek lőtt nyomok, és nem pedig valaki szétcibálta őket. És sírva mondta a rendőrnek, hogy na most itt a mi cigány képviselőnk előtt elfogadja a bizonyítékokat, hogyha most már itt van egy olyan ember, aki előtt megtagadni a bizonyítékok átvételét, az már súlyos következményekkel járhat. Nem ezeket a szavakat használta nyilván az az egyszerű asszony, hanem csak sírva mondta, hogy na most mások előtt is ugyanúgy viselkedik-e, és nem veszi át a bizonyítékokat. Erre a rendőr tegező módban rákiabált erre az asszonyra, hogy hol dugdosta a gyilkossági bizonyítékokat eddig. És közben körülbelül 40-50 férfi, roma férfi, később vettem észre, amikor megfordultam, hogy nézzek szét, hogy akkor most ki is van a helyszínen, ki hallotta, mi fog történni ezután a mondat után, és akkor láttam kb. 40-50 férfit, cigány férfit, akiknek majdnem minden második embernek a kezébe volt egy-egy bizonyíték, a vadász fegyvernek a sörétei, a lövedékek, amelyek ezekből a sörétekből származnak, illetve egy-két olyan dolog, ami a nyomozást elősegítette volna, illetve hogyha ezeket a bizonyítékokat nem maguk azok az ott sétáló emberek, rokonok, hozzátartozók gyűjtötték volna össze, hanem maguk a rendőrök, akkor nyilván talán a későbbi gyilkosságok azok elkerülhetőek lettek volna, és talán megmentettek volna ezek az ügyes rendőrök még pár ember életet, amik még utána kioltottak a sorozatgyilkosságban, a támadás, neonáci támadás sorozatban. Nyilván, ahogy én közben megkaptam a telefont Kovács Lajos ezredes úrtól, és bebizonyosodott, hogy gyilkosság történt, ez majd csak utána történt, de én akkor elkiabáltam magam, hogy itt senki ne álljon szóba az itteni rendőrökkel, a bizonyítékokat se adja át az édesanyja, illetve a nagymama a rendőröknek, hanem felhívom az országos rendőrfőkapitányt, vagy valakit, aki tud érdemben dönteni ebben a helyzetben, hiszen az a rendőr, az a tűzoltó és az az orvos szakértő, akik tévesen állapították meg teljesen furcsa mód, mind a hárman egyforma hibát vétve, azok nyilván nem jogosultak az ügy továbbviteléhez.
Úgyhogy értesítettük a Nemzeti Nyomozóirodát, értesítettem az országos rendőrfőkapitányt, majd értesítettem pár újságírót is, hogy azonnal a helyszínen nyomon lehessen követni az eseményeket, és ne tudják a további fejleményeket eltitkolni az illetékes hatóságok. Hogy nézett ki a helyszín, a gyilkossági helyszín? Volt arra lehetőséget, hogy megnézed? Ugye füstölgő romok voltak, azt hiszem talán. Ahogy ez a jelentés megtörtént, közben a háttérben ugye pont úgy álltunk, a két ház között álltam, ugye egyik a nagymamának a háza, és pont az ő konyhájából lehet látni, az ablakából lehet látni azt a házat, amelyet felrobbantottak molotov koktéllal. Teljesen leégett a tető szerkezet, egy nagy lyuk volt felülről, és csak romokat lehetett látni, a négy fal állt, a sárga négy fal, de ezen kívül nem nagyon láttam, hogy nem is voltam bent a házban, majd csak hónapokkal később. Nem is voltam bent a házban. Hónapokkal később, azt majd levágod róla. Mert ugye ez akkor van, 2009-ben, tehát nem láttam semmit. Akkor miközben kikérdeztem a Lídiát, illetve a nagymamát, anyát az eseményekről, közben láttam a hátuk mögött, ahogy a ház köré éppen akkor húzzák ki ezeket a bizonyos szalagokat, amelyekre rendőrség felirat volt pittyeztve. A Daróczi Ági, egyszer hallottam a Daróczi Ágitól azt, hogy az egyik tüntetésen, hogy felháborodva mondta azt, hogy a rendőrök belevizeltek valamilyen lábnyomra, erről te akkor hallottál? Persze, akkor részletesen elmondtak mindent, csak az volt a probléma, hogy egyrészt nem jegyzeteltem. A későbbiek folyamán... Most a kérdésemet nem akarom használni, inkább jobb lesz, hogy ja. Szívesen... Tehát nyilván akkor, amikor oda megérkeztem, az a körülbelül 50 ember, akik látták a holttesteket, akik láttak bármilyen olyan dolgot, ami információul szolgálhatott volna a nyomozáshoz, őket megkértem, hogy maradjanak egy helyen, és mondják el, hogy mi történt. Nyilvánvaló, hogy a legközelebbi hozzátartozókkal kezdtük, a többiek kint álltak az udvaron, és engem pedig behívott az asszony a házukba, ahol sírva kezdték el mesélni a történteket, egészen onnan, attól a pillanattól kezdve, ahogy észlelték a lövéseket, egészen addig a pillanatig, ahogy én meg nem érkeztem. Beszámoltak arról is, hogy ezek a rendőrök azokat a lábnyomokat és azokat a nyomokat, amelyek tovább vitték volna a gyilkosság nyomozását, egyszerűen rávizeltek. Vagy egy rendőr vizelt egy nyomra, de többes számba, passzív szerkezettel használva mesélték el ezeket a történteket. De hát nem csak ezt, hanem azt is, hogy például, hogy ugye több mint egy órán keresztül nem érkezett meg a mentő a helyszínre, pedig 5-6 kilométerre van a mentőállomás a helyszíntől, tehát elvileg 5-6 perc alatt meg lehetett volna tenni ezt a távot, több mint egy órával a lövések után érkezett meg a mentő, és akkor még életben volt az áldozat, az unoka már nem, mert hogy nem akarom mutatni a saját fejemen, ilyen szempontból babonás vagyok, de azt mondták a szemtanúk, hogy úgy ki volt nyilvánnak a gyereknek a feje a lövésektől, mint a tubarózsa. Tehát, hogy az a helyszínen, az a gyerek helyszínen meghalt. Az édesapja pedig még életben volt, körülbelül olyan 50 méterre a háztól találták meg, mert rögtön ez ugye az utolsó ház, utána már az erdő következik, hogy szinte az erdő határában találták meg, félmeztelenül, csak egy milyen alsó nadrágszerű, rövid nadrágban találták meg, nyilván az éjszaka közepén, éppen a két gyerekét a hóna alá kapva szaladt kifelé az égő házból. Ugye éppen akkor el tudom képzelni, hogy el sem tudta képzelni, hogy milyen támadásban van része éppen. De amikor megtalálta az édesanyja, illetve az édesapja és a bátyja ezt a sérültet a hóban, még lélegzett, ugyan a lövések nem engedték neki, hogy beszéljen, nem is tudott beszélni. Valamit dadogott, de azt nem értették pontosan, hogy mit, és a vérzését próbált elállítani az édesanyja, illetve a testvérei. És amikor megérkeztek az orvosok, a mentősök, akkor feltűnt az édesanyának, hogy őt nem engedik be
az autóba, és az is feltűnt, hogy egy egyszerű betegszállító volt, amivel nem lehetett életet menteni, pedig a telefonban elmondták, hogy mi történt a helyszínen, és az is feltűnt, hogy nem próbálták elvinni őt, hanem körülbelül egy 5 perces valami után, nem tudja az édesanyja, hogy mi történhetett a mentőbe, de míg több mint egy órán keresztül a lövés után életben volt ez a fiatalember, úgy abban az 5 percben elhalálozott a mentőben. Tehát a mentőben érte a halál, hogy hogyan pontosan, nyilván erről van 100 millió anekdota a helyszínen, hogy, vagyis illetve találgatások, hogy vajon hogyan is halhatott meg pont abban az 5 percben ez a fiatal fiú. Minden esetre ezek az úgynevezett félrenyomozások, ezek okot adtak a családnak arra, hogy azt gondolják, hogy maguk ezek a hivatali emberek, illetve ezeknek a rendőrségnek, a tűzoltónak és a mentősöknek a képviselői tudnak olyan dolgokról, amikről esetleg a hozzátartozók nem tudnak. És pontosan ezért, az ő állításaik szerint pontosan ezért adták ki tévesen hírül az incidenst, és eltitkolva azt, hogy ott gyilkosság történt, és nem pedig baleset. Valamit kérdeznék. Ugye ez nem az első eset volt, hanem ez volt talán a fordulópont ebben a történetben, mert hiszen én korábban már a Robi nevű asszisztenseddel, és magyar elemérrel, és egy fiatal emberrel, akinek a fia le volt tartóztatva, már egy kirándulást, vagy nem tudom, egy ilyen általad kezdeményezett vizsgálatot Tom végig részt vettünk, amikor olyan buta vagyok, hogy hívják azt a helyet, most elfelejtettem, ahol a néni volt, akit combon lőttek. Piricse. Igen, tehát a te kezdeményezésedre már elindult egyfajta ilyen belső, vagy nem tudom, általatok kezdeményezett vizsgálódás arról, hogy itt több olyan gyilkossági ügy volt, amiben azt véltétek felfedezni, hogy itt rasszista szálak vannak, viszont ugye ezt a kutya se volt hajlandó elfogadni tőletek, és a rendőrséget ez nem is érdekelt, ez a dolog, erről tudnál mesélni? Most éppen nem tudom megmondani fejből, hogy hanyadik volt a Tatár-Szentgyörgyi eset, de körülbelül a 60-at is meghaladta már akkor azoknak az eseteknek a száma, amelyekben a rasszista motiváció volt a mi feltételezéseink szerint található. Ugye én a politikusként, európai parlamenti politikusként nyilván a gyűlöletbeszéd ellen, a melegek jogai mellett, a romák jogai mellett, a kisebbségi jogvédelemben folyamatosan emeltem a szavamat és hangot is adtam ennek. Ahhoz képest, hogy mennyire nem erőltettük meg magunkat, ahhoz képest a sajtó is szépen tudósított az összes sajtónyilatkozatról és az összes történetről, amelyet én és a munkatársaim végeztünk. Ezeket hiába én jó magam, ugye, ha akartam volna, akkor se tudtam volna elkerülni ezeket a helyzeteket, hiszen minél többet jelentem meg a sajtóban, és minél többet szerepeltem a tévében, annál többször csörgött a telefonom, annak ellenére, hogy a mai napig titkosítva van, nyilván nem érhető el abból a rendszerből a telefonszám, ahol mindenki megtudhatja a másiknak a telefonszámát. Ennek ellenére a sértettek, főleg éjszakánként, amikor megtörténtek ezek az esetek, nagyon gyorsan, szinte órákon belül kinyomozták a telefonszámomat, és szinte frissiben értesítettek a helyzetről. Na most, hogyha nem voltam külföldön, akkor azonnal ott tudtam lenni a helyszínen, mert voltak ezek az ügyek annyira fontosak számomra, hogy megelőzte az összes többi éppen aktuális politikai feladatomat. És emiatt kialakult egy olyan hálózat ezek között, az emberek között, a cigány önkormányzatok és különböző civil szervezetek között, hogy ezeket már így kollektíve tudtuk gyűjteni, azokat az információkat, amelyeket a rendőrség folyamatosan elmulasztott felgyűjteni.
például olyanokat, hogy azok az emberek a mai napig nem lettek kihallgatva, akik mondjuk szemtanúi voltak az eseményeknek, mondjuk olyanok, hogy a tatár-szentgyörgyi gyilkosság után történtek, főleg akkor vettem észre, hogy bármennyire is próbálunk, vagy próbálnak a sértettek feljelentéseket tenni, a helyi hatóságok, a helyi rendőrség nem ad ennek teret. A piricsei emberek például utána, a lövöldözés után legalább háromszor kaptak életveszélyes fenyegetést, amelyet háromszor nem tudtak feljelenteni. Majd később jó magam kísértem el az illetékest a helyi rendőrkapitányságra, hogy tegyünk feljelentést. Majd ott is megtagadták, és szerencsére meg volt az akkori rendőrfőkapitánynak a mobiltelefonszáma, úgyhogy országos rendőrfőkapitányi parancsra vették be ezt a feljelentést. Pont. Hogyha használod ezt a mondatot, innen mondom, hogy viszont azóta az új kapitánynak elküldtem a 76 támadássorozatból álló listámat a 11 darab halálesettel, és megkérdeztem, hogy elindultak-e nyomozások ezekben az ügyekben. Konkrétan ezt, ami a korábbi rendőrfőkapitánynak a parancsára történt feljelentés, arra azt írja, hogy nincs is a rendszerben ilyen típusú feljelentés. Úgyhogy van még millió dolga azoknak az embereknek, akik szeretnék, hogyha megállnának ezek a rasszista indítékú támadások a cigányokkal szemben. Ugyanis azóta újabb 3 halott van. Ebben a 76 és 11 halálesetben újabb, ahogy elkapták tavaly augusztusban ezeket a gyilkosokat, azóta újabb 3 halálos áldozat következett be, vagy 3 halálos áldozattal járó bűncselekmény történt, amelyet szintén hasonló eljárással idézőjelbe nyomoznak a hatóságok, mint ahogy akkor. Tehát... Ordítok, vagy nem tudom, mi a fene. Tehát ezek is molotov koktélos, tehát ilyen kifüstölős dolgok. És miért nem lehet erről hallani? Én nem hallottam semmit erről. Azért, mert én magam leálltam erről a dologról, ez is nyilván a mostani állapothoz tartozik, nem az akkori, hogyha rekonstruálod az akkori történteket. Mert amióta megálltunk, vagy nem vagyok európai parlamenti képviselő, és nem tudunk financiális hátteret biztosítani, azóta még durvábbak lettek a fenyegetések. Azóta, ugye, ahogy lejárt a mandátumom, a rendőri védelem is megszűnt, és folyamatosan olyan jeleket és információkat kapok, hogyha én tovább járattatom a számat, akkor nekünk is bajunk lesz. A végkielégítés, amit kaptam európai parlamenti képviselőként, amelyet lehet, hogy most vissza kell fizessek ebből a 98%-os különadó miatt, azt én a háznak a biztonsági rendszerére költöttem, molotov érzékelőtől, biztonsági kamerákon keresztül mindenféle eldugott herkentjük vannak ebben a házban, mert hogy áprilisban, ugye februárban történt a kettős gyilkosság Tatár-Szentgyörgyön, és áprilisban pedig felgyújtották Horváth Lídia házát, akinek meggyőződése, hogy ezt azért kapta, mert hogy nekem szólt akkor abban a helyzetben, és a napokban kapta meg a vádiratot az ügyészségtől, mely szerint elindítják az eljárást, a vádat emelt az ügyészség ellene, hogy ő maga biztosítási csalás miatt gyújtotta fel a saját házát Tatár-Szentgyörgyön. Ugyan leírja, hogy bizonyíték nincsen, de az a tény, mely szerint a házon biztosítás van különböző balesetekre, az már megalapozza azt a gyanút, hogy az illetőt bevonják az eljárásba, és őt tegyék felelőssé a történtekért. Na most nekem elmondta a Lídia, hogy ő hitelt vett fel, ingatlan fedezetes hitelt vett fel a házára, saját financiális problémái miatt, amihez kötelező volt házbiztosítást és lakásbiztosítást is kötni. Na most én ezt a házat, ahol vagyunk, szintén hitelből vásároltam, önrészsel, egy minimális önrészsel, egy 20%-os önrészt fizettem be, és a maradék 80%-os hitelfelvétel miatt köteleztek engem is a biztosítás megkötésére. Tehát olyannyira egyforma volt a két történet, hogy nekem rögtön az ugrott be, hogy ezt a pénzt, ezt a pár millió forintot arra kell fordítani, hogy itt a biztonságunk
biztosított legyen, és sokkal fontosabb a fizikális biztonságunk, mint a szociális biztonságunk. Nyilván azóta sincs munkahelyem, több mint másfél éve, és azóta is össze-vissza próbáljuk ezeket a napi gondokat megoldani, de azzal, és ugye azóta nem tudok annak a három ügyvédnek sem fizetni, akik azóta is önkéntesen látják el 16 ügyben a sértetti jogi képviseletet, és köztük van az a 9 is, amelyeket a tavaly augusztus 21-én elfogott feltételezett elkövetőknek a listájára írnak. Tehát így rálátásom van tulajdonképpen az egész országra ezekből a bűncselekményekből, de nyilván az elmúlt egy évben nem volt olyan erős a média megjelenésem, amit nyilván szándékosan csináltam a saját félelmeim miatt, a saját biztonságunk miatt. És így ezekről az incidensekről csak más sotkészből tudtam értesülni, és nem is volt kapacitásom, hogy a helyszínre menetellel még jobban megerősítsem azt a dokumentációt, amit akkor, abban az időben átadhattam a rendőrségnek, és így nem tudták eltitkolni, tehát az az 50-100, meg később 150 fős nyomozó csoport ezeket a dokumentumokat is használta, amikor elvették a helyi rendőrségektől ezeket a nyomozati cselekményeket, amikor a Nemzeti Nyomozóiroda átvette az ügyeket, az ügyeknek a kezelését. Nyilván akkor ezeket nem tudták figyelmen kívül hagyni, és amikor rábukkantak az elkövetőkre, csak akkor engedték ki például a tarnabodi fiúkat, fiatal fiúkat. Ugye végig én még akkor képviselőként meg is látogathattam a börtönben ülő előzetes letartóztatásban lévő egyik fiatal fiút, akit kikérdeztem, és aztán nyilván nem én vagyok a nyomozó, de azokból a szavakból és azokból az információkból, amit ő elmondott, helyben a faluban elmondtak, szemtanúk elmondása alapján és olvasva a nyomozati anyagokat, összeállt a kép, hogy ott valami nagyon furcsa dologról lehet szó, és semmiképpen nem ők az elkövetők. Ott is azt írták, hogy fekete ruházatot viseltek az elkövetők, és nekik pedig lefoglaltak narancsárga tréningfelsőt. Tehát, hogy ilyen előtte három nappal légpuskával ezek a fiúk, ezek az idézőjeles rossz fiúk, mert ezek ilyen 16 éves olyan tinédzserek, akik hogy is mondjam, szúrta a szemét a nyugalomra vágyó, főleg idősebb korosztályú lakosoknak. Nyilván egy hangos társaság volt ez a fiatal társaság, és ők szereztek valahonnan, illetve vásároltak egy légpuskát az egyik nem cigány szomszédtól, akit fel is kerestem, és meg is erősítette ezt a vonalat. És ezzel a légpuskával, amit nekem akartak átadni az emberek, de nyilván nem én vagyok a rendőr, éppen ezért nem is veszem át, a telefonommal fényképeztem le, majd a telefonon lévő fényképet adtam át a rendőrségnek, hogy itt van íme az a fegyver, amelyik fegyvernek a lőpornyomait, vagy valami hasonló mintát ők megtalálhatták azon a narancsárga felső ruházaton, aminek alapján letartóztatták ezeket a fiatalokat. Valóban lövöldöztek ezek a fiúk, csak verebekre, és nem vadászfegyverrel, hanem légpuskával. Na most a légpuska lövedéket vadászfegyveres lövedékekkel összekeverni, az megint csak egy olyan súlyos hiba, ami miatt azóta se kértek bocsánatot, de nyilván ezek majd a későbbiekben az eljárásokban majd ezek kiderülnek, és nyilván akkor már kompenzációt kér a sértett, és ez az eljárás most már folyamatban van, már be is adták a jogi képviselők, és reméljük, hogy ha máshogy nem, de legalább pénzzel lehet enyhíteni ezeknek az embereknek a fájdalmát. Mennyi időt voltak ott? Nem kell. Ha jól emlékszem, 10 hónapot töltöttek előzetes letartóztatásban, 3, 16, 17, 18 éves fiatal. És hát nyilván csak akkor engedték ki őket, amikor a DNS, tehát aznap, ahogy a DNS-t azonosították, a feltételezett elkövetőknek a DNS-ét azonosították a tarnabodon talált DNS mintákkal, másnap engedték ki ezeket a fiatalokat. A DNS mintát pedig, hogyha az ember logikusan gondolkodik, már a helyszínelésnél fölveszik az illetékes rendőrök, nyomozók, amely DNS minta nem egyezhetett meg annak a három fiatal férfinek a DNS-ével, akik 10 hónapig előzetes letartóztatásban voltak. Tehát egyfajta megleckésztetés és cigány bűnözés megtorlásról van szó az én véleményem szerint ezeknek az ügyeknek a háta mögött, és nyilván mivel ez az atmoszféra attól, mert egy új kormány vette át a hatalmat,
attól, mert a retorikája egy picit szebb, mint az előző kormánynak, ezek a támadás sorozatok, ez a cigány bűnözés megtorlása című folyamat azoknak az embereknek az agyában, akik a neonáci csoportokat erősítik, és folyamatosan duzzad ezeknek a létszáma, őket nem nyugtatta meg. Tehát a gazdasági helyzete nem változott meg Magyarországnak, és a gazdasági helyzet romlása miatt, ugye ezek az emberek, mint tudjuk, a cigányokat bélyegzik meg, mint potenciális okozója a gazdasági válságnak. Nyilván ez az élősködés, ez a szociális segélyből élőknek a száma, milyen szavakat ugye használnak retorikában különböző neonáci társaságok, és nem csak neonáci társaságok, hanem parlamenti politikai pártok is használják ezeket a kifejezéseket. Ettől a helyzet nem változott meg. Pártok, mert hogy... Igen, csak én azt nem mondom. Azt mondd ki te. Jó, én azt kimondom. Ezek neonáci parlamenti pártok. Igen, én is egyetértek veled, csak azt ne használd így publikusan, mert... Dehogy nem. Hát magadnak, hogy te a te hangoddal mondod ki. Én ilyet nem mondtam, Ádám. Én ezt bizonyítani tudom, mert semmibe nem kerül. Utána úgy feljelentenek, hogy nekem nem hiányzik egy izé. Azért ne add az én számba. Téged jelentsenek. Volt nekem is egy ilyen sztorim október 22-én, 21-én, amikor éppen Amerikában vettem át az emberi jogi kitüntetésemet az elvégzett munkám után. Rendőrök jelentek meg az ablakunk alatt, és hangos bemondóba ordították, hogy országos körözést adtak ki ellenem. Édesanyám volt itthon a három gyerekkel, mert a férjemmel együtt voltunk Amerikába átvenni ezt a kitüntetést. És hát utólag kiderült, hogy csak vicceltek. Hogy van ugyan egy eljárás folyamatban, a Hír TV engem följelentett becsületsértés és rágalmazás miatt, a Hír TV, amikor azt mondtam, hogyha a további bűncselekménynek a kivizsgálásában is ugyanolyan aktivitást mutat, és hasonló formában a rendőrség, mint ahogy bizonyította Tatár-Szentgyörgyön, akkor ezek az esetek megsokszorozódnak, tehát tulajdonképpen negatív szavakat csak a rendőrségre mondok, és nem pedig a Hír TV-re, úgyhogy most van egy eljárás becsületsértés és rágalmazás miatt ellenem, de a bírónővel személyesen beszéltem, aki közölte velem, hogy soha nem adott ki, és nem is ad ki ilyen ügy miatt ellenem országos elfogató parancsot, úgyhogy édesanyám, amikor hazajöttem Amerikából, a nyakamba ugrott sírva, mert azt hitte, hogy az országos körözés miatt már a reptérről el fognak engem vinni, mert ugyanis megmondta, hogy vasárnap fogok hazajönni, ez egy péntek hajnalban történt esemény, péntek hajnali 5 órakor jöttek ide a rendőrök felordítozni az egész utcát, és én meg vasárnap délben szálltam le a géppel az Amerikai Egyesült Államokból, és hétfőn reggel 8-ra pedig már be voltam hivatva a bírónőhöz, hogy nem jelentem meg a pénteki tárgyaláson. Október 21 vagy 22-én volt egy tárgyalás pénteken, most én nem tudom, hogy ez most 21 vagy 22, de egy pénteki napon lett volna tárgyalás, amelyen ugye nem jelentem meg, mert hogy nem kaptam idézést, és aztán nyilván tisztáztuk a félreértéseket a bíróságon. Nekem folyamatosan úgy küldték a meghívót, az idézést erre, meg az iratanyagot és mindent, mint a Dohány utcai székelő országos cigány önkormányzat elnöke. Tehát úgy kaptam oda a papírokat, amit soha nem kaptam készhez, hogy Mohácsi Viktória országos cigány önkormányzat elnöke, Budapest Dohány utca 76. Sose volt. Soha nem voltam nyilván, és ezt csak úgy lehet összekeverni, hogy én is cigány, meg az OCÜ elnöke is cigány. De ráadásul ő férfi, tehát még ilyen alapon se lehet összekeverni a két szemét, és egyáltalán nem is hasonlítunk egymásra, csak a bőrünk színe, semmi más. Nekem azért ez elképesztő, tehát nem jelentetted fel a rendőröket? Nem. Félek, én nagyon fosok. Milyen rendőr? Tehát jön egy rendőrautó a tetején, egy ilyen hangos beszélővel a ház előtt megállnak, vagy lelassítanak, és megfenyegetnek téged, és ez vicc volt, vagy mit? Nem, ezt nem is értem. Hát szóval nagyon komolyan adták elő. Bocsánat, csak hogy értsek a dolgot. Tehát, a bírónő is azt javasolta, hogy értsd a dolgot, hogyha én velem történik ilyen meg. Én úgy feljelentem őket, de mindenhol, ahol csak föl lehet jelenteni.
embereket, mint a sic. Te azért nem jelentett fel őket, mert cigány vagy? Nem azért, hanem azért, mert nem tudom magam megvédeni utána. A rendőrség és, és az általuk elkövetett idézeles hibák, mert ezek sokkal súlyosabbak annál, mint hogy csak szimpla hibának tituláljuk, emberi tévedésnek ezeket az eseményeket, ezeket a történteket. Például az erő, az a hatalom fitoktatás, amit Horváth Lídia is átél nap mint nap, a mai napig is, azért, mert olyan dolgot csinált, ami nem tetszett a rendőrségnek, ezt ugyanúgy megcsináltam én is. És ahogy a házát felgyújtották, nem akarok addig elmenni. És ezek az ügyek nyilván összefüggnek egymással, és éppen ezért a félelem bennem sokkal nagyobb, mint az igazságérzetem. És nem beszélve arról, hogy itt van három pici gyerek, akiknek a biztonságáról nekem kell gondoskodnom. Nekem, mint felnőttnek, nekem, mint szülőnek. Ebben a helyzetben nagyon józan ész kell ahhoz, hogy az ember tudjon ilyen szituációkba dönteni. Én úgy döntöttem, hogy nem jelentem fel őket, kvázi nem húzok újat a hatóságokkal. Jó, mi lesz most itt mindjárt Magyarország fogja az Európai Uniót összefogni, és az magyar miniszterelnök azt javasolja, hogy az egyik kérdés, amit megvitat az Európai Unió ebben a fél évben, az legyen az európai roma vagy cigány kérdés. Mire lehet számítani? Tehát szerinted mire gondol például Orbán Viktor? Orbán Viktor kormányzását már volt alkalmunk megtapasztalni cigányügyben, és nyilván ott is nagyon pozitív és hangzatos, tetszetős mondatokat hangsúlyozott, amelyek önmagukban jók, nyilván, de akkor sem volt eredménye azoknak a mondatoknak. De leginkább engem ebben a helyzetben most nem az érdekel, hogy a leghátrányosabb helyzetű embereknek a helyzetét szociálisan hogy tudják pozitívan megváltoztatni, és nyilván erről szól az uniós elnökség. Sokkal inkább szólhatna arról, hogy az embereknek a fizikális biztonságérzete és a migrációs hullám, ami ezt eredményezte, az milyen biztonságpolitikai kérdéseket von maga után. Ezekről nem fog szólni az Európai Uniós elnökség. A magyar kormány, anélkül, hogy láttam volna ezeket a dokumentációkat, nyilván merem állítani azt, hogy a fizikális biztonságnak a kialakítása ezekben a támadás sorozatokban, illetve ennek kapcsán nem foglalkoznak vele. Holott ez is Európai Uniós elvárás, hogy az embereknek a biztonságérzete és a migrációval kapcsolatos összes politikája, döntései, azok hogyan befolyásolják az Uniót magát, hiszen mi is 27 országból egyek vagyunk, akik 6 hónapon keresztül megmondják, hogy merre fele menjen az Európai Unió. Ugye most az új kormánynak nagyon nagy lehetősége nyílt volna arra, hogy ezt egyedüliként a kezébe véve megvédje a saját kisebbségi csoportjait. És nem az történik, hanem az, hogy 2009. augusztus 21-ével lezárták ezeket a bűncselekményeket képletesen. Nyilván a nyomozás folyt tovább, nyilván a vádemelés most történt meg, és állítólag márciusban kezdődnek a bírósági tárgyalások. De mindannyiszor, amikor a nemzetközi civil szervezetek, valamint uniós hatóságok, és az ENSZ különböző intézményei és kutatói fölteszik a kérdéseket a magyar hatóságoknak, akkor a további ügyek és a további bűncselekményekről egyetlen egy szó nem esik, sőt, amikor konkrétan én megkérdezem levélbe, meg tudom neked mutatni azt a levelet, amit válaszolt Petőfi Attila rendőrkapitány helyettesként, ezekre az új ügyekre, az is egy olyan blabla, amelyből nem derül ki, hogy a magyar rendőrség elkötelezettje lenne annak, hogy a további eseményeket, a további incidenseket kivizsgálja megfelelőképpen és megfelelő mértékben. Úgy, hogy én magam biztonságban érezzem magam ebben az országban, és nem csak én, hanem azok a cigányok is, akik ebben az országban cigány telepen az utolsó házban laknak. Tehát ezek nyilván olyan kérdések, amelyek nem lesznek napirenden 2011. január 1-től.
Én ebből a három esetből, amit említettél, egyet se láttam, semmilyen sajtóban. Ugye azért annak idején ebben a gyilkosság sorozatban a sokféle sajtótermék volt, amelyik foglalkozott vele. Szinte úgy érzem magam, mint hogyha valami ilyen álomba kerültem volna. Majdnem nem hiszem el neked, hogy ilyesmi volt, pedig tudom, hogy sose hazudsz. Itt van az az Amnesty jelentés, egy kicsit beporosodva, amelyik beszél ezekről az ügyekről, de úgy, hogy jó magam asszisztáltam nekik ezekre a helyszíni látogatásokra. Én magam tolmácsoltam önkéntesként ennek a szervezetnek, és mutattam meg a saját dokumentációim alapján azokat az eseteket, amelyek a 2009. augusztus 21-e óta történtek. Ha minden igaz, februárban tudnak forrást szerezni arra, hogy ezeket felkutassák. Én nagyon örülnék annak, hogyha az Amnesty International végezné ezeket a kutatásokat, és nem pedig én, aki itt folyamatosan a kiszolgáltatottság miatt állandó veszélyben van ebben az országban. De tében. Vége van az izének. De azt még neked mondom csak, hogy ezek is, nem magamat akarom fényezni. Mindjárt odaadom neked a listát. Nem magamat akarom fényezni, de akkor volt a sajtóba, amikor én ennek hangot adtam. Tehát úgy ment, hogy ugye sajtótájékoztatót tartottunk Tatár-Szentgyörgyön, majd az origósok, akik hozzánk, liberálisokhoz, vagy nem is tudom, hogy egy kicsit közelebb állnak, még akkor is, ha én személyesen nem ismerem csak egy-két origóst például, ők maguk kattantak rá ezekre az eseményekre, mert egy-egy ilyen sajtótájékoztató alkalmával én említettem más ügyeket is, összehoztam a rasszista motivációt, a gyilkosságokkal, ugye a rendőrség folyamatosan tagadott, és így volt egy olyan konfliktus helyzet, amivel a sajtónak muszáj volt foglalkozni, de ezt generálni kellett, ezt a konfliktus helyzetet, és most már én nem generálom. Így van, és a cigány politikusok... Te veszed ezt most még valamire? Igen, magmóra. Neked van hangod? Nekem van, 5 óra. Basszus. Na, tehát ezek a cigány politikusok ezeket a bizonyos helyzeteket nem generálják. Tehát, mint ahogy ott is egyedül voltam a tatárszentgyörgyi helyszínen, pedig éjjel 1-től reggel 9-ig a Horváth Lídia felhívta Horváth Aladárt, Kolompár Orbánt, Száva Vincét, a helyi Pest megyei MCFS embert, Rafael Gyulát, aki a Pest megyei cigány önkormányzatoknak volt az elnöke, vagy még talán most is. Én nem tudom, legalább 10 olyan embert hívott fel, és engem csak utoljára, mert azt hitte, hogy külföldön vagyok, tehát úgyis felesleges ide hívni azt az embert, aki Brüsszelben van, az nem fog megérkezni, de rövid időn belül. Épp ezért a helyi roma politikusokat hívta, akik egyikőjük sem mentek le. Senki nem ment le a helyszínre, sőt, mikor Horváth Aladár másnap délben leérkezett, és én még a helyszínen tartózkodtam, félrehívott, és sugdolózva kérdezte meg tőlem, hogy én mitől vagyok meggyőződve még 12 órakor is arról, hogy egy gyilkosság történt, és nem baleset. Amelyik kérdésre nyilván nem válaszoltam, mert annyira felháborított a kérdés, de ő teljesen komolyan kérdezte. Tehát az, hogy a rendőrség kiadta ezeket az információkat, ez annyira megtévesztett mindenkit, hogy mindenki, mint a hülyék így izés, sorozatba mentek utána a hivatalos közleményeknek. De el is fogadták valahogy, mit rontottam. A három helyszín az miért három új helyszín? Ez nem három új helyszín, hanem itt is van pont egy lista. Mondom azokat a településeket, ahol a támadás után, tehát az utolsó támadás Kislétán történt, ugye augusztus 3-án 2009-ben, utána Kiskunlacházán másodjára történt gyújtogatás, ez a 61-es sorszámú ügy, amiről értesítést kaptam, ott nem halt meg senki. Enyingen 2009. december 24-én
két ember halt meg, ugyanígy molotov koktélos támadásban. Február 4-én szintén Enyingen volt egy támadás, mind a két enyingi támadás, a helyiek és a sértettek azt sejtik, hogy a Kozma gyilkosságnak a megtorlása van a háttérben. Utána még támadás Hódmezővásárhelyen, ez volt az 5. támadás, 2010. február 21-én, 2010. március 18-án Siófok, 2010. március 26. Tiszabő, 2010. április 11. szintén Enying, ez már a 3. támadás Enyingen, Piricsén harmadjára támadás 2010. 5. hó 7-én, Piricsén 4. támadás 2010. május 8-a, Táborfalva május 28-a, 60. 2010. június 21-e, és nincsen benne a listában, de az utolsó értesülésem az utolsó támadásról 2010. október 6-áról jött. Ez nem egy értesítés volt, hanem a T-Mobile hírszolgálatán keresztül egy egymondatos hírt, SMS hírt kaptam, amiben az volt, hogy ugyanabban a házban, ahol a két évvel ezelőtti kézigránátos két cigány elhunyt, ahol megölték a két cigány szülőt, az apukát és az anyukát kézigránátos támadásban, ugyanabban a házban találtak egy holttestet, egy fiatal férfi holttestjét. És arról kaptam egy e-mailt a helyi cigány önkormányzat vezetőjétől, aki azt állítja, hogy a helyi rendőrség állítása szerint, akiket ő kérdezett meg személyesen, valami személyes motiváció, személyes bosszú volt, a saját felesége ölte meg, szúrta le késsel. Na most azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a pécsi támadásban a cigány szomszéd volt rendőrt, nemhogy csak gyanúsítják, hanem most már meg is kapta az ítéletét, és annak valami barátja, és állítólag valami kutya ugatás miatt dobták be a kézigránátot ahhoz a szomszédhoz, aki mellett több mint 30 éve élnek, és mind a két családnak van kutyája. Tehát, hogy olyan hihetetlen nekem az a történet, hogy ezek az emberek követték el, és utána még egy holttestet találnak ugyanebben a házban. Ez is egy nagyon furcsa történet, de nyilván ezt is megmagyarázták, mint ahogy az elítélteknek az ítéletében is biztos van magyarázat a cselekedetükre, illetve az ítélet indoklásában. Amikor hozzáfogtam ennek a filmnek a... Szóval azt gondoltam, hogy nagyon drámai az az esemény sorozat, aminek ti utána akartok járni, és nagyon ijesztő, akkor kellett egy címet adnom ennek a történetnek, és én azt gondoltam, hogy ez olyan, vagy úgy érzem, hogy olyan, mint egy járvány. Tehát ez egy ragályos, kóros valami. És úgy érzem, hogy nem tévedtem akkor, amikor címet próbáltam találni ennek az esemény sorozatnak. Mit gondolsz erről a betegségről? Nagyon jelen van ez a vírus, ami megfertőzi a társadalmunkat. Már hogyha más nem nézünk, csak azt, hogy a szélső jobboldali politikai párt több mint 15%-ot kapott az elmúlt választáson. Hát ha ezt számokba kifejeznénk, akkor elég ijesztően hangzik. És közben ugye ezek a feltételezett elkövetők, az egyik része titkosszolgálatnak, illetve fegyveres testületnek dolgozott, a másik része pedig neonáci csoportosulásoknak voltak a tagjai. Tehát ezek abszolút bizonyítják azt a feltevést, hogy az a fajta cigánybűnözés megtorlás és az a fajta gyűlölet, amit a mai magyar szélsőséges társadalom, vagy a mai magyar társadalomnak egy bizonyos rétege generálja saját magában, ez egy olyan veszélyes kor, ami egy influenza vírussal hasonlítható össze, vagy egy olyan halálos korral, amit nem lehet meggyógyítani, csak erőszakos döntésekkel lehet megtorolni ezeket. Mégpedig lenne az, hogy addig a hatóságok nem nyugszanak meg, amíg ezeket az elkövetőket és azoknak a kollaboránsait, tehát azoknak a partnereit rács mögé nem teszik. A Magyar Parlament, amikor a vizsgálóbizottságát létrehozta, hogy a titkos szolgálat érintettségét vizsgálja meg,
valamilyen dokumentumot, feltételezhetően a legtöbb információt tartalmazó dokumentumot titkosították 80 évre. És az érintettségét a titkosszolgálatnak annyiban merítették ki, hogy megállapították, hogy az akkori titokminiszter személyes felelőssége áll az ügy hátterében, és rá egy hétre a titokminiszter lemondott, és amikor az újságírók megkérdezték, hogy miért, akkor azt mondta, hogy személyes családi motiváció miatt biztos, hogy volt köze egyiknek másiknak, csak hogy az újságírók ezt nem kapcsolták össze, és időben meg eltelt annyi idő, hogy amikor kihozták ezeket a vizsgálatokat, nyilvánosságra hozták, nem rögtön mondott le a miniszter, és az is hozzájárult, hogy a ténymegállapító vizsgálati jelentés, csak ha jól emlékszem, hogyha az én tapasztalatom nem csal, akkor kevesebb, mint 24 órán keresztül volt ez a jelentés kint az interneten. Én nyilván azonnal letöltöttem, és van belőle egy printem, de ezeket az újságírók sajnos túl lusták azok, hogy ezeket összeolvassák, és ezeket a tényeket így megfigyeljék egymás után. De hát eléggé el vagyok keseredve, mert a bírósági tárgyalásokon az ügyvédeink szerint szinte nincs is esély arra, hogy ezt az államilag titkosított, vagy államtitoknak minősülő információt, amit 80 évre titkosítottak, ezeket előhozzuk, mint bizonyítékokat a bírósági tárgyalás során. Tehát, és ez lenne az egyetlen egy olyan vonal, amelyik a további elkövetőkhöz vezetni az illetékes döntéshozókat. De nyilván addig nincs vége ennek a betegségnek, ennek a kornak, amíg ezek a támadások történnek, amíg az önbíráskodási folyamatok ezzel a fertőzött agybetegséggel odáig nem fajulnak, mint ameddig fajultak. Tehát emberéleteket, 5 éves ártatlan gyerekeket követeltek ezek a korságok, ezek az agybetegségek. Úgyhogy nagyon szeretnék egy olyan hazában élni már, ahol ez a vírus már kimúlóban van, vagy egyáltalán fel sem ütötte a fejét. De attól tartok, hogy a gazdasági világválság, mint ugye a történelemben is jelen volt, és mondjuk most már sokkal több eszközünk van ennek a javítására, mint akkor a 20-as években történt, de utána nem jó következett a gazdasági világválság után, hanem rossz. Nekünk, cigányoknak és zsidóknak a legrosszabb. És ez a kor, ami nagyon replikálja, vagy lemásolja a történelemben már felismert folyamatokat, ez engem nagyon megijeszt, és éppen ezért, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy például egy ilyen hatósági erőfitoktatásnál én nem veszem fel a boxkesztyűt, mert nem vagyok velük egyenrangú fél. Ha még képviselő lennék, akkor igen, akkor nyilván megtenném ezeket a lépéseket, de most túl könnyű nekem eltűnni, vagy engem eltüntetni a színről, úgyhogy ezek sokkal komolyabbak most már, mint amilyenek voltak. És azzal, hogy elkapták ezt a 4 feltételezett elkövetőt, ezzel még csak benzint öntöttek a tűzre. Ezzel, mert így tudják azt mondani, hogy lezárt ügy, és innentől kezdve nincs semmi olyan bizonyíték, ami azt mutatná, hogy itt tovább folytatódnak ezek a gyilkossági ügyek, és így, hogy sem a titkosszolgálati emberek, sem pedig a rendőrségnek azok az emberei, akik a félrenyomozásban szerepet játszottak, nincsenek felelősségre vonva. És ha valaki nincs felelősségre vonva, akkor tovább csinálhatja azt, amit eddig. Úgyhogy ezért veszélyes ez az egész helyzet, és veszélyes ma Magyarországon cigányként ebben az országban élni. És hát nem tudom, hogy a zsidókon hogyan és miként fog csapódni, de a történelemből okulva ezután akár még következhet az is. És nyilván nem vagyok olyan mély vallásos, mint ahogyan a templomba járók vagy a hívők a közösségeik bemutatják ezeket a vallási érzelmeiket, de azóta én minden este imádkozom azért, hogy ez elmúljon ez a helyzet. És hát más nem tudok tenni, mint hogy imádkozom, és nézni az állásokat, akár külföldön is, hogy felelős vagyok a saját gyermekeimnek a biztonságáért nyilván, és ebbe a helyzetbe, ha nem tudok előre lépni, és megtalálni még ezeket a kollaboránsokat, akkor nyilván hátat kell fordítani a saját közösségeinknek a saját védelmünk érdekében. Valaki másnak föl kell vennie a fonalat, a stafétabottal el kell kezdeni, valaki másnak is szaladnia.
És egyébként pedig hát megkérdeztem. Ezt interjún kívül mondom neked, hogy legalább háromszor hívtam össze az Európai Roma Jogok Központját, a Helsinki Bizottságot, a magyar amnesztiseket, mert ezek, akik itt voltak, ezek az angol amnesztisek, nem a magyar kollégák voltak ám, akik itt helyszínen vannak, hanem onnan, ahogy értesültek az internetből ezekről az Mert hogy le is merült. Jó, azt akartam egyébként, de most már nem fogom, hogy én végülis 6 hónapot vagy 7 hónapot arra vártam, hogy a rendőrök hajlandóak legyenek nyilatkozni nekem.
és most mondták azt véglegesen, hogy nem hajlandóak megszólalni ebben az ügyben, legalábbis az én kamerám előtt nem, úgy bekül már rég kész lennék, vagy megcsináltam volna a filmet. Csak hát azt gondoltam, hogy ne. Felveheted ezt a levelet. Akkor adtam át, a 70 volt, nem 76. Még álljuk, akkor ez most amikor, amikor elment a Bence József. És úgy írja, hogy az országos rendőrfőkapitány úrnak átadott 70 darab romák sérelmére elkövetett bűncselekményt tartalmazó listát az ORFK bűnügyi főigazgatósága megvizsgálta. A szükséges információkat a megyei rendőrfőkapitányságoktól beszerezte, és ezzel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. Azt mondja, hogy a pöpöröp az eljárásokat lefolytatták, illetve most is folytatják. A felsorolt jogsértések között van olyan, amely nyomán már jogerős bírósági ítélet is született. Van olyan, amelyben az eljárást a rendőrség már befejezte, és így ügyészségi vagy bírósági szakaszban van, illetve van, amely közvetlenül befejezés előtt áll. A listában olyan eset is szerepel, mely nem fedi a teljes mértékben a valóságot. Old községben például nem több célzott lövést adtak le a házra, hanem egy darab vétlen lövést. A házban senki nem tartózkodott, így nem is indult eljárás. A Kálban, Heves megyei Kálban, 2009. február 28-án, ezt nem értem, ez ugyanaz az ügy, az enyingi tűzesetek kapcsán bűncselekmény gyanúja nem merült fel, és az áldozatok nem roma személyek. Az áldozatok azok úgy nem roma személyek, hogy csicskásai voltak sajnos ennek a cigány családnak. Érted? A nyugdíjukat elvették, egy férfinek és egy nőnek, és a melléképületbe, ami nem is épület volt, hanem egy lakókocsi, abba költöztették be őket, és a lakókocsira dobták rá. Koszosabbak voltak szegények, mint a sztereotípia szerinti legkoszosabb cigány, akit el tudsz képzelni az agyadba. Igen. De a cigányházba laktak, érted? És a cigányház ellen ment a támadás. Azért nincsen eljárás, mert ezek magyarok voltak, és nem is cigányok. Vagy van eljárás, de baleset. Mutatták ott is ott voltam a helyszínen. Mutatták az üvegeket, a boros üvegeket, vagy milyen üvegeket, amiből a molotov, beleszagoltam én is. Érződött benne a benzinszag, vagy milyen az ilyen égés gyorsító anyag. Nem vette át a rendőrség. És itt most azt írja, hogy nem roma személyek voltak. És akkor mi van? Akkor nem kell kivizsgálni? Tehát érted, hogy így ilyen nyilatkozatot itt megkaphatsz tőlem, én odaadom ezt a levelet neked. És itt most, itt van válasz pár ügyre, mert nekik is ugyanezt a listát adtam át. De a vizét meg nyilvánosságra hozták, a négy elkövetővel szemben ízét, vádakat. Most még az volt az érdekes, hogy beszéltem körülbelül egy hete az OSCE-nak, tudod, ez a biztonságpolitikai izé, ez az Office for Democratic Security, ilyen mit tudom én micsoda, az ENSZ-nek valami ágazata, azok is voltak itt vizsgálódni, és azt mondta, hogy körülbelül két hete volt egy egyeztetés a rendőrség meg a kormány között ezekre az ügyekkel kapcsolatban, és akkor azt mondták, hogy újabb három helyszínen találták meg a DNS-ét ennek a négy férfinak, tehát nem 9 ügyet fognak majd tárgyalni márciusban, hanem 12-t. És újabb két elkövető van. Na most ilyen rémhír felmerült, SMS hírbe meg is kaptam, hogy újabb két ember találtak, akik összefüggésbe hozhatóak a gyilkosságokkal, utána egy óra múlva kiadta a rendőrség, hogy téves közlemény volt az előző, és nem kaptak el senkit sem. Érted? És közben az ENSZ-nek az emberének lejelentik, hogy újabb két ember találtak meg, és újabb három helyszínen találták meg a DNS-eket. Közben nem megy ki a sajtóba. Látod? Tehát senki nem tud róla. Én, hogy tudomást szerzek róla, ilyenkor, ha még mindig MIP lennék, akkor nyilván azonnal adnám ki a sajtónyilatkozatot, azonnal csinálnék a legnagyobb helyen sajtótájékoztatót, és akkor kimenne. Nem tudnák eltitkolni. De így, hogy mi lesz a vádirat, lezárták a vádiratot. Közben előjönnek ezzel. Közben a Bence József, amikor átadtam ezt a támadás listát, azt mondta nekem, hogy vigyázzak, mert majd november végén azt fogják majd kiadni a izébe sajtónyilatkozatba, vagy azt fogják kiadni a rendőrök, hogy márciusban kezdik el a tárgyalást,
de közben vigyázzunk, mert decemberben fogják elkezdeni. Mondom, erre miért van szükség? Azt mondta, azért, hogy ne tudjunk felkészülni, vagy mi? Nem tudom, nem is értettem, hogy valamilyen furcsa választ adott erre. De közben meg már december van, úgyhogy ez nem igazolódott be, de közben kiadták 2 hete a sajtónyilatkozatot a rendőrök, hogy márciusban még meg is jelölték a termet, a tárgyalótermet, hogy hol fogják lefolytatni. Úgyhogy eddig minden úgy van, ahogy a feltételezéseim, a képet, amihogy összeraktam, a folyamat, aminek következni kell az én agyamba, azok mind megtörténtek. Mind. És olyan félelmetes, annyira félelmetes, hogy itt szarok be minden nap a számítógép előtt, és itt jelentek titokba az amerikai Human Rights Firstnek, akiktől kaptam a díjat, azért kaptam a díjat is. Meg több mint 1 évig jelentettem nekik ezekről az ügyekről, utána ők is a helyszínre jöttek, és utána még mindig. Tehát azért nem tudok munkát találni, érted? Mert ezekről az ügyekről jelentek ezeknek a szervezeteknek. És már olyanok vannak rólam a izébe, ahogy a Nemzet, Magyar Nemzet, meg a Hír TV megtudta, hogy kapom ezt az emberi jogi díjat, direkt nem adtam interjút, direkt nem hoztam nyilvánosságra, mert állandóan a Hír TV anyám mondja, mert én nem nézem, ő néha rákapcsol, hogy már megint rólad beszéltek, már megint rólad, hogy még mindig a begyükbe vagyok, érted? Pedig csöndbe vagyok, kusba vagyok 1,5 éve. És még mindig ott vagyok a tudósításokban, a Hír TV-nek a tudósításaiba. Úgyhogy... Hát az jelzi azt, hogy fontos dolgokat csináltál. Igen. Hát de nekem ez egy félelem, ez nem egyfajta elismerés, hanem egy veszélyforrás. Minden alkalommal, amikor szájukra vesznek ezek a szaros nácik, olyan félelem van bennem, hogy el sem tudom mondani. Úgyhogy inkább nem nézzük, lehúzzuk az ablakokon a redőnyöket minden este, a kamerát kapcsolgatjuk éjszaka, ugye, hogy végignézek a házon, sokszor éjszaka arra riadok fel, hogy kapcsolgatom a tévét, hogy onnan arra van rákötve, hogy körbenézzem, hogy az összes kamera működik-e, infrakamerák, amik a sötétbe is látnak, olyanok vannak itt. Érted? És ez nem jó, hát hogy lehet így élni? Hogy lehet így nyugalomba lenni? És még akkor se szállnak le rólam, érted? Amikor én szándékosan megpusztítom magamat szociálisan, erkölcsileg, mindenhogy saját magamat kinyírom, érted? Akkor se hagynak békén. Van egy undorító banda. Mindegyik. Még akkor is, hogyha nem szavaztak a Jobbikra. Hogyha vannak köztük még viszonylag normális emberek, azok is. De megállhatok, ugye? Olyan gázos ez az egész helyzet, ami kialakult. De mondom, így a taszosok is,
képeszek, basszatjuk!